Üdvözlet! Okay. Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ez itt a Nagy Dolgok 34. része, és Molnár Endrével beszélgetek ismét. Endre már volt egyszer vendég a műsorban, nem is olyan régen. Aztán mi kapcsolatban maradtunk, és volt még néhány érdekes felvetés Endrének, amit úgy gondoltam, hogy megbeszélhetnénk. Úgyhogy köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Mindenkinek szintén, hogy megtekintitek ezt a videót, amennyiben a teljességében érdekel, akkor azt megtaláljátok weboldalunkon infobubble.hu, és át is adom ezzel a szót neked, Endre, üdvözöllek. Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven, TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Én is köszönöm a meghívást újból. Múltkor éppenséggel bekezdtem egy gondolatot, ami úgy igazából nem vezetett sehova, tehát, hogy csak úgy elkezdtem, aztán nem beszéltünk róla jobban, és igazság szerint ezt nevezném az első legnagyobb problémának a általánosságban a vallással, de hogyha most kereszténységről beszélünk, adhatunk kereszténységnél is, hogy alapvetően hit alapúak ezek a rendszerek, és olyan szinten hit alapúak, hogy ezt ők így deklarálják. Tehát saját maguk elismerik, hogy igazság szerint bizonyíték nélkül akarnak elfogadni állításokat, és ezt ők erénynek tartják. Maga a Biblia is többször így hivatkozik a hitre, mint hit pajzsa, talán a Zsoltárokban vannak leginkább ilyen részek, és azt vettem észre, hogy bármilyen állításról legyen szó, igazából nem is az állítás tartalma a lényeg, vagy nem az a problémás elsősorban, hanem még anélkül, hogy megvizsgálnám az állítás valóság tartalmát, pusztán az, hogy hitalapon kell ezeket elfogadnom, már gyanúsá teszi nekem az egész rendszert, és teljesen mindegy, hogy mi az állítás tartalma, pontosan azért nem tudom magaménak vallani sem a kereszténységet, sem bármilyen vallási nézetet, mert büszkén, deklaráltan hitalapon építkezik, és abból vezet le állításokat. A tudományban azt gondolom, hogy ez elvi szinten másképp van. Vannak a tudománynak hipotézisei, amelyekre sokszor hivatkoznak úgy, mint hitek, de ezek teljesen más jellegű hitek. Nem az a dogmatikus, előre deklarált, felülírhatatlan hit, ami a vallásban megjelenik, hanem ezek ilyen tesztállítások. Tehát felteszek valamit a világról, hogy hogyan működik. Ennek is van már egy megelőlegezése, valami fajta megfigyelés. A megfigyelésből hozok létre egy hipotézist, így hívják, és utána következik az a lépcsőfok, ami tulajdonképpen tudománnyá teszi a tudományt, mégpedig az, hogy letesztelem ezt a hipotézist valamilyen módon. Hogy milyen módon erre különféle tudományelméleti megfontolások vannak, ez nem mindig volt ugyanolyan, ez változott a történelem folyamán. A lényeg, hogy van egy tesztelési szakasz. És a tesztelés után megmondom, hogy helytálló volt-e az eredeti hipotézisem, vagy nem. Nyilván ezt lehet árnyalni, cizellálni, majd biztos úgy is rá fogunk térni a kérdezfeleleknél, de ez a vázlata, ez a lényege a tudományos módszernek, és ez az, amit egyetlen vallásban sem lehet megtalálni. Lényegében akkor szerintem ennyi lenne ez a bevezetőm, úgyhogy bármi kérdés van, vagy ahogy érzed, hogy, hogy mi az, ami
ebben nem helytálló voltam. Világos, értem. Nézd, nem is azt mondom, hogy nem helytálló, mert úgy gondolja mindenki, úgy közelíti meg a világot, ahogy akarja. Talán néhány dolog van, amivel nincs mindenki tisztában ezzel a tudománnyal kapcsolatban, illetve elhangzott az, hogy bizonyíték nélkül elfogadni a hitet, illetve azt, amit ugye egy hívő elfogad bizonyíték nélkül, ami végső soron nem igaz, hogy bizonyíték nélkül, valójában csak az a kérdés, hogy mi az, amit bizonyítéknak tekintünk, mi az, amit elfogadunk, mint bizonyíték. Úgyhogy lehet, hogy az egy pont itt, hogy most megegyezzünk abban, hogy mi az, amit bizonyítéknak elfogadunk, mi az, amire te azt mondod, hogy bizonyíték, illetve képes vagyok előállni olyan bizonyítékkal, olyan bizonyíték formákkal, ami még elfogadható lenne ebben. De így csípőből talán az egyik az, hogy vannak dolgok, ami koherensek abban a világnézetben, amit én képviselek, abban a hitrendszerben, és azokat elfogadom, hisz az beleillik abban a világnézetbe, valamit nem, és amit nem tudok elfogadni, azon csak gondolkodom tovább, és igyekszem megérteni, hogy mondjuk az írások hogyan értik azt, mert sokszor ez nem egyértelmű. Szóval az ember nem csak elfogad bármit, ami le van írva, hanem igyekszik azt beépíteni abba a világnézetbe, ami már kialakult benne. Talán ennyiben nem akarok nagyon előre szaladni, de a bizonyíték fogalmát esetleg tisztázhatnánk, aztán én megpróbálok majd arra reflektálni, hogyha van mire. Úgy értem, hogy te elmondhatnád, hogy mi az, amit te bizonyítéknak elfogadnál, hogyha tegyük fel. Ja, igen, ez akkor még nem volt fel. De, mehet. Jó, aha. Hát a bizonyíték fogalma itt igazából egy vita kultúrai alapra lehetne visszavezetni ezt az egész történetet, amelyben nagyjából egyet szokott érteni minden ember, vagy általában akik beszélgetünk egymással, egyet szoktunk érteni, mégpedig abban, hogy a tapasztalatainknak valamiféle köze van a valóság. Tehát azt gondoljuk, hogy amit tapasztalunk, az nem hazugság, az legfeljebb egy nézőpont, vagy valami ilyesmi. De azt gondoljuk, hogy valahogy a tapasztalatok által elő lehet állni egy koherens elmélettel a világunkra vonatkozó. Én úgy szoktam tapasztalni, hogy ebben általában a hívők, tehát a keresztények is egyet szoktak érteni. Nagyon kevesen vannak, akik tapasztalatoktól teljesen elrugaszkodottan gondolkodnak. Azt én most nem is hoznám ide, mert egyszerűen ott nincs közös vita alap, amiből kiindulhatnak. Én azt gondolom, hogy mindenkinek a világnézete alapvetően a tapasztalatokból indul ki, viszont említetted, hogy ezek a bizonyítás folyamán, amit majd elmondok, hogy mit jelent, hogy itt a korábbi világnézeteddel az koherensnek kell lennie. Jelenlegivel inkább. Részben a jelenlegivel koherensnek kell lennie, amivel részben egyetértek, de ugye honnan származik ez a jelenlegi világnézetem? Ugye itt ez a kérdés. És én azt gondolom, hogy hát akkor vagyok korrekt, akkor vagyok a valósághoz a leghűebb, ha nem döntöm el, hogy honnan származzon ez a jelenlegi nézetem, hanem azt mondom, hogy rábízom magam a tapasztalatokra. Jöjjenek a tapasztalatok, szembeállok, vagyis, tehát hogy mondjam, kiállok a világ elé, és azt mondom, hogy jöjjenek a tapasztalatok, és akkor abból összeállítok valamiféle koherens nézetet. Lehetséges, hogy tudat alatt vannak berögződéseim, kialakult ilyen asszociációk, így, de ezeknek a hibáira is a tapasztalatok által jutok el. Tehát valahogy le kell ellenőriznem azt, hogy a jelenlegi világnézetem az igaz-e. Nyilván mindig létrehozok valamiféle axiómákat, de azok felülbírálhatóak a
tapasztalat alapján. És hogyha valamilyen axióma rendszer nem működik, akkor egyszerűen újra kell építenem a világnézetemet. Én, mint ateista, erre nyitott vagyok. És ebben látok egy óriási ellenállást a vallásokban. És akkor elképzelhetőnek tartod azt is, hogy te vallásos leszel egy nap? Azt, hogy vallásos leszek, azt nem tartom elképzelhetőnek. Azt tartom elképzelhetőnek, hogy elfogadjam egy Isten létét. Szóval... De az tudományos alapon. És akkor ahhoz kellene neked valamilyen bizonyíték, hogy ezt elfogad, feltételezem én. Igen, viszont egy lehet, hogy most ezen a ponton nem mennék abba bele, hogy milyen bizonyítékra lenne szükség, mert még egyrészt nem is tisztáztam a bizonyítás folyamatát, vagy egy fogalmát. Egy dolgot csak a tapasztalathoz, de... mielőtt elkanyarodunk tőle, azt szerettem volna mondani, bocsánat, hogy... Igen. Azt mondod, hogy a tapasztalataidra hagyatkozva tanulod meg a világot, és kialakítod a világnézetedet. Jól értem? Igen. Ebben nem, esetleg nincs meg az a veszély, hogyha a tapasztalataid valami oknál fogva legyen az véletlen, vagy akár isteni beavatkozás, a tapasztalataid egyoldalúak lesznek valamilyen módon, akkor azok félrevezetnek el a valóságtól. Hiszen a tapasztalataid nem feltétlen egy teljes, olyan, mint hogyha megkérdezek 100 embert az utcán, és mind a 100-at a kocsmából húzom ki, akkor az eredménye a kérdőívnek eléggé el lesz tolva egy irányba. Szóval a tapasztalataiddal is lehet ez. Tegyük fel az életed, sanyarúra sikerült, tiszta rossz, élményekkel szembesül szörökkel, azt mondod, hogy Isten nem létezik, mert az élet rossz. Érted? De igen. Tehát jogos a kérdés. Itt ez egy statisztikai probléma. Tehát ugye ez egy szakma tulajdonképpen. Jó, mondjuk most én átlagember vagyok, tehát nem mondanám magam statisztikusnak, de laikusként is tisztában lehetek azzal, hogy hogyan kell tapasztalatokat gyűjteni korrekt módon. És pontosan az a lényeg, hogy legyen ebben egy ilyen véletlenszerűség, tehát hogy ne egy oldalról gyűjtsek tapasztalatokat, hanem a lehető legkülönfélébb területekről. És az alapján álljon össze bennem egy világnézet, pontosan annak elkerülése véget, amit mondtál, hogy ne legyen egy oldalú ez a leírás. Tehát most egy egyszerű képpel foglalkozva, hogyha egy kockát akarok valahogy lerajzolni, akkor nem mindig ugyanazt az oldalát nézzem, hanem korrekt módon járjam körbe minden olyan lehetséges irányból, amiről nekem tudomásom van. És akkor fog kialakulni bennem egy kép bennem, ami a kockát lehetőleg helyesebben legyen. Ugye itt merül fel a probléma, az pedig az, hogy az addigi tapasztalataid alapján fogod kiválasztani, hogy milyen oldalról nézd a kockát, szóval ha nem tudom, amit nem tudok, ahogy mondta a híres mondás. Ez mindig benne van a pakliban. Csak azt akarom mondani, hogy nem akarom minden áron megtorpedózni, amit mondasz, mert értem, és én részben egyet is értek, csak próbálok valamennyire a másik oldalon gondolkozni, szóval amit mondasz, annak talán az a veszélye, hogy ugye az ember csak abban tud gondolkodni, amit tud, hogyha nem tudok nagyon kinézni a dobozból, vagy nem tudom, hogy mondják magyarul, hogyha a tapasztalataim nem olyanok, szóval nagyon nehéz új perspektívát találni úgy, hogy közben már az összes tapasztalatomat ebből a perspektívából szereztem meg. Így azt akarom ezzel mondani, hogy lehet, hogy szükség van valami külső eszköz bevonására arra, hogy mint ahogy te a tudományt használod fel lényegében, én meg a Bibliát ez a külső eszközként. Szóval nem az életedet nem csak a tapasztalataidra hagyatkozva éled, hanem nagyban támaszkodsz arra, amit a tudomány állít. Amiről nincs tapasztalatod. A tudomány állításairól közvetett tapasztalataim vannak. Nincs nyilvánvalóan a kamrámban részecske gyorsító, vagy nem vizsgáltam meg a hatásait egy újonnan kijövő gyógyszernek, vagy
vagy nem láttam rá szociológiai kísérletekre, hanem elfogadom ezeket, mint a tudomány állításait, azért fogadom el, mert deklaráltan a tudománynak van egy módszertana, amit értek, hogy működik. Ezt a vázlatos módszertant, amit így a legelején próbáltam felvázolni a videóban. Természetesen meg hasonló emberi jellegű. Bocsánat, ismételnek? Természetesen? Hát micsoda? Reelment a hang. Természetesen? Igen. Léteznek ilyen emberi csalások, meg érdekorientált, egyoldalú kiértékelések, ez a tudomány területén is megjelenik a gyakorlatban, de pontosan amiatt, mert a tudományt sokan egymástól függetlenül űzik, többen vizsgálják ugyanazt a területet, már ugye amelyik területről beszél. Tehát ha egy területet sokan vizsgálnak, és ezek a vizsgálati eredmények nagyjából ugyanazt a képet festik le, akkor annál biztosabbak lehetünk abban, hogy az egy valósághoz közeli képet ad nekünk. Akkor bocsánat, közbe kell szólnom. Igen, hogyha én kiképezek a világ minden egyetemén ugyanabból a tananyagból 4 milliárd embert, akkor az a 4 milliárd ember csak ugyanabból a perspektívából fogja tudni megvizsgálni azt az adott gyógyszer hatásait, hisz ugyanazt tanulták. Szóval a számot növelhetem a végtelenségig, vagy lecsökkenthetem, gyakorlatilag majd, hogy nem egy entitásként fog funkcionálni ez a 4 milliárd ember, hisz a tudás, amivel rendelkeznek, az ugyanaz. Érthető? És ha már itt tartottunk... Mit értünk ugyanazon perspektívval? Az pontosan az, hogy megtanulnak egy tudományos módszert, és az a tudományos módszer a világ minden táján ugyanaz. Szóval hiába végzi el ugyanazt a kutatást 4 milliárd ember a 4 helyett, ugyanarra fog jutni, mivel ugyanazt a módszer, ugyanazt a tudást használja fel, hisz a tudás az standardizált az egész világon. És ha már a gyógyszeriparnál, most nem tudom ezzel kapcsolatban, majd nyilván erre válaszolsz, de én azt akarom mondani, hogy a tudomány sem, mint ahogy te is megjegyezted, a tudomány egyáltalán nem mentes a visszaélésektől. Sőt, én nekem az a véleményem, hogy a tudományban a visszaélések ugyanúgy jelen vannak, mint bármely más területén az életünknek. És a gyógyszeripar, hogyha most ezt a példát hozhatom, egy tökéletes példája ennek. Hiszen ahol az emberi érdek fűződik ahhoz, hogy egy-egy terméket el tudjanak adni, vagy értékesíteni, ott mindig lesz visszaélés. Szóval te is elhiszed, hogy nincs visszaélés. Úgy, hogy tudod, hogy van. Egyrészt ez azért nem teljesen igaz, mert a gyógyszer ellenőrzések azok sokkal erősebbek. Egyébként bármilyen más fogyasztói terméknek az ellenőrzése. Hát ott kormányilag, tehát politikai alapján, legalábbis itt az európai környéken, a politika határozza meg, hogy ellenőrizni kell ezeket a gyógyszereket olyanok által, szercégnek dolgozni. És emiatt csökken az esélye annak, hogy ezek a termékek egyoldalú érdekorientált módon lettek volna legyártva, ami által megbízhatóbbak számunkra. És most egyrészt igaz az, hogy itt is benne van a pakliban az, hogy csalnak, érdekorientáltság. Ebben egyetértünk, hogy ezt nem lehet 100%-osan kikerülni, viszont nekem az az állításom, hogy nincs is tökéletes módszerünk az igazság megismerésére, hanem a viszonylag jó, a kevésbé jó és az inkább jó módszerek között tudunk válogatni. És azt gondolom, hogy ezek közül a legjobb módszer, a tudományos módszer, mert az deklaráltan azt mondja ki, hogy ellenőrizd az állításaidat. De ismersz nem tudok másik olyan módszerről. Na ez a lényeg, hogy nem is tudunk másik módszerről, mert úgy vagyunk programozva, hogy nincs másik módszer.
Kíváncsian hallgatom egyébként. Kíváncsian hallgatom egyébként, hogy milyen más módszert tudnál felhozni azon túl, hogy van egy állítás, amit nekem le kell ellenőrizni. Tehát tudsz ennél jobb módszert? Nézd, én nem azt nem állítom, hogy nincs, meg az se, hogy van. Amit akarok mondani, az a következő, ha már maradjunk a gyógyszernél. A gyógyszeripar köztudottan, mint ahogy az összes többi, egy korrupt iparág. Szóval most arra bele se akarok menni, hogy politikai korrupció meg lobby az milyen szinten játszik közre abban, hogy milyen eredményeket közölnek. A másik az, hogy kik azok, akik végzik a gyógyszerkísérleteket, és akik végzik, azok mögött milyen érdekek, meg anyagi háttér áll. A következő pedig az, ami szintén egy köztudott dolog, különösen az Egyesült Államokban, de ez mindenhol a világon így van, hogy van egyfajta oda-vissza járás a gyógyszercégektől, a gyógyszerellenőrző cégektől, a kormányhivatalokba és vissza. És ezeket nem én találom ki, hanem ezek a dolgok mind felelhetők azok számára, akiket ez érdekel, és én foglalkoztam ezzel nem keveset. Nem azt állítom, hogy nincs igazad abban, hogy a módszer jó. Én azt mondom, hogy ahogy jelenleg használjuk, megbízunk egy olyan rendszerben, aminek nem tudjuk, hogy mennyi százaléka igaz, és ráhagyatkozunk az egészségünkkel, magyarul hiszünk egy rendszerben úgy, hogy nem tudjuk, hogy milyen hatékony valójában, hisz mindezek az erők a háttérben dolgoznak. Akkor már miért ne hihetnék Istenben ilyen értelemben? Azt imádkozhatok hozzá, hogy gyógyítson. Azért, mert nem egyenrangúak ezek a hitek. Tehát szerintem nem. Erre próbáltam kiukadni. Mindenki ugye a saját nézetéből tud kiindulni. Én azt gondolom, csak erre nincs bizonyítékod. A bizonyíték az mindig az egyénnek szól. Tehát ezt egyébként sok ateista esetleg letagadná, lehet, hogy ebben a kérdésben sok ateistával nem értek egyet, de én azt gondolom, hogy a bizonyítás, mint folyamat, az hiába standardizált egyébként, ebben is van igazság, de mégis az egyén az, akihez valamilyen úton, módon le kell vezetni, ha le akarjuk vezetni, hogy miért az az igaz, ami igaz. És éppen ezért nem beszélhetünk arról, hogy most egyéntől függetlenül valamiféle objektív bizonyítás. Kérdezhetek egyet gyorsan. Azt akarod mondani, igen? Hogy annyi igazság van, ahány egyén, vagy én rosszul értem? Nem, én ezt nagyon nem fogadom el. Azt gondolom, hogy egyfajta igazság van, viszont nem mindenki számára triviális ugyanaz az igazság. És Gibbs Jakabnak nem ugyanazon az úton tudom megmutatni a dolog igazságát, mint Gibbs Rózsikának. És tehát más módon kell neki elmagyaráznom, vagy nekik külön-külön elmagyaráznom, mert más az alap információs forrása az egyik embernek, meg a másik embernek, amiből ő építkezni tud, és amiből össze tudja rakni azt a végkövetkeztetést, ami azt gondolom, hogy tényleg valóságosan létezik, vagy körülbelül az nagyjából létezik. És én ezért látom egyébként a tudományt, mint módszertant működőképesnek, mert azt látom a világ történelemben, tehát így a kultúrtörténetben, hogy a tudománynak a története során folyamatosan korrelál egy irányba. Tehát összetartanak ezek az információk, lerajzolnak egy világképet. Nincs az, hogy elmegyek egy katolikus fizika szakra, vagy protestáns fizika szak. Pedig évszázadokig nem volt más, csak katolikus, de protestáns iskola, mégis itt vagyok. De pont ezt mondom. Úgy értem, hogy az emberek nem is tudnának írni, meg olvasni, hogyha nem létezne a Biblia. Hanem még mindig
tekerekkel járnának, meg kővel dobálóznának. Szóval... De most ugye nem, tehát nem ezt akartam én mondani, csak hanem azt, hogy a tudományos módszertan vezetett el oda, hogy egyféle világról beszél. Csak nem tehát, tudjuk, ha nincs hogy a tudományos módszertan, akkor különféle szert. De nem tudjuk, hogy igaz-e, amit a tudomány állít. Csak van... Mit ért ez tudás alatt? Hát rendben, ez a lényeg, hogy egyfelé tart, és ez valószínűsíti, hogy ez nagyjából igaznak kell lenni. Nem, ez nem igaz. Ez csak azt jelenti, hogy jók vagyunk a standardizálásban, és ezért hoztam fel a gyógyszeripar problematikáját, hisz nem tudod, hogy mi az igaz abból, amit állítanak. És hogyha valaki azt gondolja, hogy ez egy összeesküvés elmélet, én nagyon sajnálom, nem tudom, hogy hol élnek az emberek, hogy nincsenek tisztában azzal, hogy mennyi korrupció és probléma van most csak a gyógyszeriparnál maradva, ami ugyanúgy létezik minden más iparban, nincs kivétel egy sem, de a tudomány minden területén. Azt akarom mondani, hogy standardizáltuk az oktatási rendszert, aminek a segítségével standardizáltuk az igazságot, és elhitettük az emberekkel, hogy az igazság az, amit az iskolában megtanulnak, miközben tudjuk, hogy nem az. Olyannyira tudjuk, hogy nem az, hogy a mi közelmúltunkban is van számos olyan dolog, ami nem igaz, ennek ellenére a többség elfogadja, hogy igaz. A történelemre visszatérve meg csak annyit, hogy szerinted, amit a történelem órán megtanulunk, annak mekkora százaléka igaz? És mi a bizonyíték arra, hogy az úgy van? Ha már a bizonyítéknál tartunk. Mi a bizonyíték arra, hogy 900-ban most a magyarok bevonultak a... Én nem azt akarom mondani, hogy nem így volt. Azt szeretném megtudni, hogy mi alapján hisszük el azt, amit állítanak, mikor mindenki arról beszél, hogy milyen korruptak a politikusok, meg mennyit hazudnak nekünk. Ugyanazok az emberek, akikről beszéltél, hogy ellenőrzik a gyógyszeripari cégeket. Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a közösségi média oldalakon élvezett relatív szabadság eltűnőben van. Ez az oka annak részben, hogy átköltöztünk weboldalunkra. Megkérek mindenkit arra, hogy látogasson el oda, és támogassa munkánkat, mert az azt jelenti, hogy több tartalmat tudunk készíteni, szélesebb körben, jobb minőségben. Szóval mindenki profitál ebből, nem csak mi. Ráadásul valamelyest függetleníteni tudjuk magunkat attól a cenzúrától, ami a közösségi média oldalakon megfigyelhető. Köszönöm. De nem, tehát ne, pont ez az, hogy nem ugyanazok az emberek. Tehát, hogyha egy ember, vagy egy embercsoport, egy kis embercsoport állna az egész mögött, akkor valóban azt mondanám, hogy megbízhatatlan a történet. De ezek óriási embertömegeket ölelnek fel. Kicsodál. Teljesen különböző országokban. A vezető réteg... Bármelyik tudományos terület. Nem, én a vezető rétegről beszélek. Az, hogy hány ember szaladgál a laboratóriumban, annak nincs jelentősége. Azok úgy vannak beprogramozva az iskolában. De mi az, hogy vezető réteg? Ezt nem igazán értem, mert a tudománynak nincsen pápája. Hogy ne lenne? Tehát az egyetemeken laknak a papjai, hát meg a profétái. Nem azt jelenítik meg a tudományos szaklapokban, amit a dékán megenged, hanem ezt konkrétan egy laborán vagy tudós tudna ebben pontosabban tájékoztatni, de ott kisebb embercsoportok ülnek össze. Pont ez tehát a lényeg, hogy nem így van. Nem egy valaki mondja ki a helyzetet. Az, aki szerkeszti azokat az újságokat, meg aki szponzorálja azokat az újságokat, ahol megjelennek. Én szerintem abban a tévhitben élsz, hogy a tudományos emberek azok azért dolgoznak így nappallá téve, hogy a mi életünket jobbá tegyék, miközben minden más iparágban azért dolgozik mindenki így nappallá téve, hogy profitot termeljen a befektetőknek, meg a tulajdonosoknak. És én nem is értem, hogy hogy mondhatod azt, hogy nem egy ember dönti el, mikor a szaklapoknak van egy vezetői bizottsága, ahol ugyanazok a rektorok meg dékánok ülnek, akik tanítanak az iskolákban. De ha nem is ugyanazok, ugyanúgy emberek, mint egyrészt, mindenki egyrészt más. Sok szaklap. Teljesen mindegy, mert csak néhánynak a szava számít. Igen, ami,
akik egymást ellenőrzik. Ez a lényeg. Tehát nem egy ember mondja meg, hogy mi a tuti. Tehát nincs egy Ferenc pápa, nincs egy lelkész. De a protestáns vallásban nincs Ferenc pápa. Nem tudsz megnevezni egy konkrét ember. A protestánsoknál. De ott van lelkész. Ott egy ember beszél, ő adja elő a tutit, és aztán a tagok semmit nem reagálhatnak rá, csak bólogathatnak. Ez nem illik közbeszólni. Nem jó, közbeszólni, nem jó az, nézd, tehát közbe. Ez ugyanolyan, mintha azt mondanám, hogy az újság írója, a tudományos szaklap írója, az nem hallgatja meg a véleményét az olvasónak. A lelkész, meg az ember, aki a templomba jár, az olyan viszonyban van egymással, mint a lapnak az írója, meg az olvasó. De azt mondod, hogy egy bizottság az... De a lelkész bárkivel is megvitatta az álláspontját? Hát nézd, ha valaki a protestáns egyház bármely felekezetének tagja, akkor ott van egy felekezeti bizottság, és ahogy mész egyre magasabb szintre, ugyanúgy működik, mint egy tudományos társaság. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy a tudomány még azt se tudta, hogy merre van arca, mikor már a rendszere a vallásnak rég kiépült. Szóval mindaz a rendszerek, amit látsz a világban, az már rég létezett, a vallás szintjén, mire észbe kapott a többi ember, hogy lehet, hogy így kéne alakítanunk az életünket. Egy picit megszakadt, utolsó akarom, gondolatodat meg tudnád is. Azt akarom mondani, hogy mikor Konstantin a kereszténységet elfogadta, mint államvallást, azért tette többek között, mert a kereszténységnek addigra már kialakult rendszere volt, mint egy közigazgatási rendszer, amire ő csak rá tudott telepedni, és látta, hogy ez előnyös. Szóval amit mondok, az, hogyha vallás nem létezett volna, akkor mi most évszázadokkal, hanem évezredekkel visszább lennénk. Szóval szerintem hálátlan azt csak mindig azt mondani, hogy a vallás primitív, meg így, meg úgy. Mikor sokkal hamarabb volt közigazgatási rendszere. De azt gondolom, hogy erről mi eddig nem folytattunk vitát. Erről nem vitáztam. Tehát, hogy én nem állítottam olyat, hogy a vallás az nem vezetett sehová, vagy ne lett volna semmiféle funkciója. Én azt gondolom, hogy azóta mi már ismerünk egy jobb módszert, ami elveiben más, mint a vallás. Lehet, hogy a vallás volt ennek a kezdeti motivációs faktora, sőt, elismerem, az első tudósok kimondottan Isten gondolatait akarták megismerni. Ez teljesen korrekt. Csak aztán valahogy a tapasztalatok gyűltek, és egyszerűen nem állta meg a helyét az a fajta istenkép, akiben korábban hittek. Tehát valahogy választani kellett, és ez azt hiszem, hogy talán a darwini evolúciós elmélet korábban volt talán a legsúlyosabban kiélezve, hogy választani kellett, hogy akkor most a tapasztalatok útját követjük, vagy pedig tartjuk magunkat az eddig hát bevált módszerhez, hogy a Bibliát tekintélynek fogadjuk el, de most valamiért úgy tűnik, hogy nem működik. Mert valahogy ez a hatnapos teremtés, meg Ádám Éva, meg ezek a dolgok nem akarják megállni a helyüket, és egyszerűen válaszút elé érkezett a tudomány, hogy akkor kész, lemondunk a tekintéről, követjük a tapasztalatokat. Tehát nézd, az, hogy nem állja meg... Innentől kezdve nem lehet azt mondani, hogy ezek egyenrangú nézetek. Nem, abszolút nem. Én pont azt próbálom elmagyarázni, hogy a tudomány az egy alacsonyabb rendű dolog, mint maga a Biblia, amit előír. És én ezért próbáltam elmondani neked, meg a hallgatóknak a gyógyszeripari példán keresztül, hogy ugyanúgy vak hit az, ami jellemez mindenkit, aki azt hiszi, hogy a gyógyszeripar az valamiféle mágikus dolog, ahol az emberek azért dolgoznak, hogy mi meggyógyuljunk, miközben az ellenkezője igaz. És azt szeretném, ha megértené mindenki, hogy ez igaz minden más területére az életünknek, és mindenki hisz ebben anélkül, hogy tudná, hogy mi az igazság. Azok a bizottságok, akik felülvizsgálják ezeket az orvosi lapokat, azokat ugyanazok fizetik, akik fizetik az egyetemeket, a gyógyszeripari cégeket, meg az összes többit. Szóval nem megbízható.
te a sorsodat, az egészségedet belehelyezed valakinek a kezébe, aki megbízhatatlan. Én pedig belehelyezem valakinek a kezébe, aki megbízható, mert én hiszek benne, te meg hiszel abban a rendszerben. De ugyanúgy nem tudjuk. Bocsánat. És akkor most hogy következett az, hogy a tied megbízható, az enyém meg megbízhatatlan? Ez az ugrás, ez a logikai ugrás az, amit nem értek. Az, hogy ő következetesen azt csinálta, és csinálja mind a mai napig az én életemben, amit mondott, hogy csinálni fog. A tapasztalataim ezt támasztják alá. Tehát te is a tapasztalatra hivatkozol vissza. Magyarán a tudományos módszert követed. Hát nem tudom, hogy a tudományos módszer az az-e, hogy én azt tapasztalom, és akkor az úgy van. Na, most akkor igen, van némi különbség. Állítsuk szembe, szerinted melyik a korrektebb eljárás? Az, aki a saját tapasztalatára hivatkozik vissza kizárólag, vagy az, aki sok embernek a tapasztalatát veszi alapul? Nézd, hogyha sok embernek a tapasztalata ilyen megbízhatatlan, mint amiről most én vázoltam az elmúlt fél órában, akkor én inkább ezt választom. Én nem hiszek abban, hogy... Nézd, az én elgondolásom az, amit felvázoltam ezzel a gyógyszeriparral kapcsolatban. És ez minden másra igaz. Én ugyanígy gondolkozom. Én pont arra próbáltam rámutatni, hogy a sok ember ellenőrzi egymást. Tehát az, hogy te önmagad tapasztalsz valamit, az egy nagyon kezdetleges módszer, nagyon kezdetleges tudományos módszer. Önmagadat is tudod ellenőrizni, de nem tudod olyan hatékonyan ellenőrizni, mint hogyha behívnál másokat a kísérletedbe, és azt mondod neki, hogy figyelj már, nézzed, ellenőrizzed már le az eddigi eredményeimet, és mondd meg, hogy te milyen eredményre jutsz ezekből. Ez lenne a tudományos módszer lényege. Azt elismerem, hogy a szűz állapotában, amiről beszélsz, az egy tökéletes dolog lenne, de a világ nem így működik. Szóval az a probléma, hogy az elv nagyszerű, amiről beszélsz, de a valóság nem ilyen. A valóságot megrontja. A valóság is ilyen, mert a valóságban is több ember ellenőriz, mint hogyha te csak magadat ellenőrzed a hited folyamán. Kérdezhetek. Ez a probléma. Majd kérdezzek valamit akkor, jó? És néhány kérdésem van villámgyorsan. Szerinted, amit a politikusok mondanak, az igaz mindig? Csak igen vagy nem? Nem. Van, megsatszolnád, hogy milyen százalékban nem igaz? Mikor hallod Orbán Viktort a tévében beszélni, vagy Gyurcsányt, vagy Szijjártót, vagy akármelyiket, mit gondolsz, hogy amit mond, az milyen százalékban igaz, szerinted? Ha nem tudod megmondani, nem fontos. De most mindjárt kijutok valamire, csak néhány kérdéssel. Egyrészt nem tudom megmondani, másrészt hát ez érzel? Nagyon távol áll a tudományos módszer. Nem egészen, mert tehát, mindjárt vissza... Bocsánat, azért nem, mert azt mondtad, hogy politikusok ellenőrzik, hogy a gyógyszeriparban... Nem, ilyet nem mondtam. Nem a politikusok ellenőrzik. Felírtam, hogy a ezt mondtad. A politika kényszeríti rá őket, hogy ellenőrizik. Szóval azok igen, a politikusok... De nem ők ellenőrzik, hanem vannak ellenőrök. Ezek szakemberek, akik ellenőrizik. Szóval azok az nem a politikusok ellenőrök. Oké. Okay. Szóval a politikusoknál meg... Azok, akik hazudnak, mert tudjuk, hogy hazudnak. Szóval azok az emberek akarják, hogy ellenőrizzék azt, hogy az egészséged hogy áll. Mit gondolsz, hogy a hírekben, amit hallasz a tévében, az minden igaz, amit mondanak? Mikor azt mondják, hogy megtalálták az ellenszerét a legutóbbi világjárványnak, és az legjobb az lenne, ha mindenki beoltatná magát. Az igaz? Mindig? Ehhez hasonló hírek. Na most... Csak most azt akarom mondani, hogy ez minden területre igaz. Például szeretném ezt a válaszomat kifejteni. Tehát itt nem lehet egyszerű igennel vagy nemmel válaszolni. Okay. Tehát attól függ, hogy hogyan szembesültél az adott hírrel. Tehát ha olyan hírrel szembesülsz, ami elüt, és itt jön az, amit te magad is mondtál, tehát elüt a korábbi világnézetettől, és tehát sehogy nem illeszkedik bele, akkor az ilyen hírekkel kapcsolatban különösen kritikusak vagyunk, és ebben én egyetértek. Elméletben így lenne.
De gyakorlatban nem így van, mert az emberiség egy jelentős része azt mondta, hogy annak ellenére, hogy soha ilyen gyógyszer még nem létezett, hogy nem is állt rendelkezésre kísérlet, hogy ezek az a néhány cég több trilliárd dollárt fog ezen kaszálni, annak ellenére én elhiszem, hogy ez így van. Szóval annak ellenére, ami a tapasztalatunk, elhisszük, mert a tudományos vélemény ez. De most nem tudom, hogy konkrétan miről van szó, tehát hogy ez szerintem tárgyi tévedés, amit itt említettél. Tehát nem arról van szó. Nem arról van szó, hogy semmilyen kísérletek nem voltak például a Covid-nak a kapcsán, hanem már voltak évtizedes megelőző kísérletek, amelyek... Nem is létezett a technológia az... még. Amit alkalmaztak, ez az RNS alapú akármi, ez nem is létezett évtizedekkel ezelőtt, úgyhogy ők kísérleteztek volna. Nem létezett, de évtizedek óta volt a tesztelés. Hát hogy lehetett, hát hogyha nem már, létezett? Már alapult. Hát úgy, hogy ki, tehát ennek van egy folyamata, tehát nem az első pillanatban születik meg a módszer, hanem mint ahogy egy elméletet kidolgoznak, az egy nagyon sok lépcsős folyamat, évtizedes munka. Az nem most kezdődött a kísérletezés a járvány idején, tehát a koronavírusról már évtizedekkel ezelőtt tudtak a létéről, hogy van ilyen vírus, csak még nem lépett élesbe az emberiségben. Nem és a vírusról van szó, és már, van szó, már a habot tették fel a tortára, azt vagy fel. Itt a pontot tették fel az íre, amikor az oltást kellett kifejleszteni. Jó, mindegy, tehát mennyi... már volt egy ilyen én elengedem az oltást, én csak egy példának hoztam fel ezt, hogy az emberek nem úgy gondolkodnak, hisz ez egy tény, hogy ez egy kísérleti jellegű technológia volt, ami nem volt idejük arra, hogy ezt tudományosan bizonyítják, ezt nem én találtam ki. Ennek ellenére az emberek egy jelentős része elfogadta, szóval az embereket nem értekli, hogy mi a valóság, ők csak mennek azzal, amit hallanak, hogy ez tudományos, és akkor ők azt elfogadják, míg gyakorlatilag hisznek abban, azokban az emberekben ráadásul, akik vezérlik ezt az egész folyamatot. És mi... Honnan veszed, hogy nem érdekli őket? Tehát mi igazolná azt, hogy őket érdekli a valóság? Nézd, hogyha nem lenne... Mi más tudnának ők tenni? Nem tudnának semmit. Hogyha az a rengeteg korrupciós botrány, amiről olvasok az újságokban, minden egyes céggel, minden egyes bizottsággal, politikussal, országgal kapcsolatban, annak csak egy része igaz, akkor nem tudnak semmit csinálni abnak érdekében, hogy meggyőzzenek, hogy akármi is, amit csinálnak, az jobb, mintha én imádkozok, és kérem az atyát arra, hogy gyógyítson meg, vagy csináljon ezt, vagy csináljon azt. És ez nem jelenti azt, hogy nem megyek el kórházba, ha olyan eset fordul elő, vagy arra biztatnék bárkit, hogy ne menjen el. Értesz? Én azt akarom demonstrálni, hogy gyakorlatilag te is hiszel abban, amit csinálsz, és nincs bizonyítékod rá, meg én is abban, amit választottam. Ez minden, amit én akarok csak. De ha nem értünk egyet, nem baj, én abszolút elfogadom. Tehát én azt gondolom, hogy nem egyenrangúak ezek a hitek. De ha úgy vesszük, te megalapozattabbnak tartod a saját hitedet, tehát ebben a tág értelemben azt mondhatjuk, hogy te is a tudományos módszertant követed. Mert azt mondod, hogy a saját tapasztalatokból építed fel a világképedet. Igen. Kérdés, hogy ha olyan tapasztalatokkal szembesülsz, amik hát enyhén szólva összeomlasztják ezt a jelenlegi nézetedet, akkor mit csinálsz? Mert nekem például ez történt az életemben, tehát én keresztény voltam, én hittem, tehát csak volt egy pont, ahol már nem bírtam elviselni azt a fajta tapasztalati feltódulást, ami a hitem ellen szólt. Tehát egy ponton túl azt kellett mondanom, hogy kész, ez nem működhet. Tehát ez nem úgy igaz, ahogy eddig hittem. Tehát itt valami teljesen más van. És van össze tudod foglalni villámgyorsan, hogy mik voltak ezek, amikor én azt hiszem, hogy értem, mire gondolsz, hogy tódulás, hogy volt egy csomó dolog, ami ellentmondani látszott azzal, amit addig hittél, meg amit tanultál, meg amit olvastál a Bibliából. De nem biztos, hogy hát így. Figyelj, villámgyorsan ez nem fog menni. Múltkor tettünk erre egy kísérletet, és sajnos
Visszahallgatva a beszélgetésünket, egyetlen dolgot sem tudtam teljes egészében elmondani, hogy mi volt a kitérésem oka. Annyira visszautalnék esetleg a múltkorira, hogy vagy inkább maradjunk a jelenlegi témánál, hogy elsősorban ez, hogy hitre hivatkozik, ez számomra egy totális megtorpedózása. Én azt próbáltam demonstrálni most az elmúlt 40 percben, hogy te is hiszel abban, ahogyan vezéled az életet. De nem. De hát így van. Ez azért nem igaz, mert Mind deklaráltan. De megbízhatatlan. Én ezt akarom mondani, hogy azok az eredmények, amiket olvasunk, azok megbízhatatlanok. Nem azt mondom, hogy nem működnek bizonyos dolgok. Én nem ezt állítom, hogy semmi nem működik. Látom, hogy működik a laptop, a monitor, meg a villany, meg ezek a dolgok. Én azt akarom mondani, hogy el kell hinnem egy jelentős részét, mint ahogy neked el kell hinned, amit nem tapasztaltál a saját, csak mégis elhiszed. Például a hosszú... Abban egyetérthetünk, hogy a tudományon belül sem egyforma erősségűek ezek az állítások. Tehát mindegyiknek van egyfajta bizonytalansága, és vannak nagyon-nagyon-nagyon erős állítások, mint például, hogy a Föld gömbölyű, vagy közel gömbölyű, meg vannak gyengébben igazolt állítások. Például ez a oltás. Ez egy gyengébben igazolt állítás. Nem vagyok ebben annyira biztos, mint a Föld gömbölyűségében. De maga az általános módszertan mind a kettőnél ugyanaz. Értem, amit mondasz, hogy nagyon sok a korrupció, meg mi egymás, de nem tudok jobbat ennél. Az általános módszer. Nekem az én szemszögemből nagyobb a kockázata a létező betegségnek, amelyről tudom, hogy konkrét megbetegedések, sőt halálesetek történtek. Még a saját ismerősi körömben is volt egy fiatal, még azt hiszem nálam is egy kicsit fiatalabb srác, aki meghalt a Covid-ban. Tehát tudom, hogy létezik Én is elfogadom, én nem azt mondom, hogy nem létezik. Hát, azt gondolom, hogy egyszerűen játék elméleti szempontból nekem úgy tűnik, hogy jobban megéri beoltatnom magam, mintha nem tenném. Tehát nagyobb esélyt satszolok annak, egyszerűen azért, mert a tudósok többsége azt állítja. És te nem, elhiszed, amit azért, mond. Mert játék elméleti alapon ez a valószínűbb. Ez egy játék elméleti megfontolás. Nincs biztos tudásom, lehet, hogy itt a félreértés alapja. Tehát a tudást én nem úgy értelmezem, mint 100% biztos tudás. Én itt megfontolásoknak a sorozatát értem tudás alatt. De nézd, ebbe beleszaladtunk a múltkor a Zsoltival, amikor beszélgettünk, pont ugyanebbe, amit mondasz. És szerintem ez nagyon sok ember számára nem így van, ugyanis a tudomány nem így adja elő magát. Meg az a legtöbb ember, aki azt mondja, hogy ő a tudományos elmélet mentén hozza meg a döntését, meg az az életének a vezérlő elve, az nem úgy fogalmaz, hogy a tudomány az valami olyasmi, hogy ez a legjobb tippünk arra, hogy most mi lesz. A legtöbb ember úgy gondol erre, hogy ez fix, és ez így van, és ez megváltoztathatatlan, és ez kész. De ez most mi mellett ér? Azt akarom mondani, tehát hogy hazugság gondolkodnak az emberek. De akkor miért tanítjuk az iskolában, hogy úgy van, mikor azt mondod, hogy nem úgy van, hanem ez a legjobb tippünk? Azért, mert az emberek általában nem képesek erre a fajta kifinomult. De akkor taníthatunk többféle dolgot is, hogy lehet, hogy a Föld 6000 éves és 6 nap alatt teremtette Isten, meg van egy másik elmélet. De ezek nem egyenrangú állítások. Mondod te? Hát miért taníthatunk? Ne, ez csak te mondod. Az egyik bizonyíték valahol. Mi a bizonyíték arra, hogy a Föld nem 6000 éves? Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm. Hát ott rengeteg tudományterület. Geológia, csillagászat. Ez a tudomány jelenlegi állása szerint 500 évvel ezelőttig azt hitték, hogy lapos, akkor azt mondták, hogy lapos, most azt mondják, hogy gömb. Lehet, hogy néhány év múlva kiderül, hogy ez egy hologram. Nem?
És most azt tanítjuk az iskolában, hogy 13 milliárd éves. De nem az a lényeg, az a lényeg, hogy mi az igazság. Arról beszélünk, hogy a tudomány tudja. Igen, de honnan tudod, hogy mi az igazság? Honnan tudod, miből tudod kikövetkeztetni, hogy mi az igazság? Akkor mondd el, hogy mi a te módszered. Nézd. Ha nem a tudományos elveket követed, akkor honnan tudod, hogy mi az igazság? Te eddig nem mondtad meg, hogy honnan tudod, hogy mi az igazság, te csak azt mondod, hogy neked mi a módszered. Te, neked van egy alapvető bázisod, a Biblia, erre építettél fel egy világnézetet, és a saját tapasztalatod alapján vezeted vissza a dolgokat. De ezzel nem válaszoltad meg, hogy mi az igazság. Hát neked... Az igazság az én világomban az, ami le van írva a Bibliában. Abban a 66 kanonizált. Ez egy hit. De a tied is az. Nem. De te se tudod azokat a dolgokat, Én a tapasztalatokra vezetem vissza. Nem, arról nincs tapasztalatod, hogy a Föld 13 milliárd éves. Azt csak elhiszed. De arról van tapasztalatom, hogy ha sok ember vizsgál meg ugyanazt a dolgot, és ugyanarra következtetéssel jutnak, akkor az valószínűleg igaz, mint vagy a, közel igaz. Mint a náci Németországban, mikor arra a következtetéssel jutottak, hogy a zsidókat ki kell írtani? Ott volt valamiféle tudományos konszenzus. Hát te nem tudod? Nem tudom. A darwini történetnek az volt az egyik. Azt én tudom. Debütálása, szóval hogy ne lett volna. Azt a tudományt használták fel, amiről most te beszélsz. Az nem tudományos konszenzus. Mondod te? Az nem tudományos. Számukra az egy tudományos konszenzus volt. Az konkrétan egy politikai, az egy politikai állásfoglalás volt, és ott tényleg volt egy vezetője az állításnak, Adolf Hitler. Nem. Az az ő világnézetéről szól. Az egész a darwini evolúcióra, meg a survival of the fittestre épült, meg ezekre a dolgokra. De az egy tudományos konszenzus volt ott, ahol a politikusok azt hazudták, hogy a tudomány abban egyetért. Én azt mondom, hogy azt hiszük, hogy az egy izolált eset, az a gonosz németeknél fordult elő, és soha többet sehol a történelemben. Azt akarod mondani, hogy ez így van? Az egy tudományos alapú... Nem, ezt próbálom megmondani, hogy nem így van. Hogy tehát akkor ez előfordulhat máshol is. Ugyanígy hazudhatnak arról is, hogy a Föld 13 milliárd. Igen, de... Jóval nem tudjuk. Az nem biztosíték, én de ezt mondom. Az, hogy sok ember valamit állít, az nem biztosíték. Jó, csak megszólalhatok, ne haragudj. Csak az a baj, hogy nem tudom elmagyarázni, hogy mi az, amit mondani akarok, és aztán elmondhatod. De azt állítod, hogy az, hogy sok ember valamiben egyetért, az biztosíték. Én meg azt mondom, hogy ott is egyetértettek sokan, és most azt mondod, hogy az nem bizonyíték. De nem értettek egyet sokan. Ott teljesen különböző álláspontok voltak. Különbözőképpen viszonyul a nácizmushoz a kommunista rezsim, külön az akkori antant, ezek nem voltak konszenzuális viszonyban egymással. Az kimondottan a náci német propagandának volt a sajátja. Nem lehet azt mondani, hogy azt egy sok ember által előadott, megvizsgált történet. Ott lehet látni, hogy egy ideológiát adnak elő. És ezt egyébként a jelenlegi tudományos, vagy nem tudományos, vagy akármilyen elmélet, amivel szembesül az ember, ezeket meg tudjuk vizsgálni hellyel közzel, hogy mennyi benne a propaganda, és mennyi az, ami vizsgálható állítás. Az, hogy felsőbbrendű lény a fehér faj, ezt egyszerűen tudományos alapon nem is értem. Ez a darwinizmusnak egy teljes félreértése. Nézd, te lehet, hogy nem érted, de ez az elgondolás... Teljesen kiforgatták a darwini evolúciót. Ez az elgondolás, hogy a fehér az egy felsőbbrendű faj, ez széles e világon elterjedt mind a mai napig, amit tudományos alapokra építettek. Ez nem csak kipattant valakinek az elméből, hogy szerintem a fehér faj... Értesz? A fehér felsőbbrendűségi mozgalom az tudományos alapokra épül, és egész világon elterjedt mind a mai napig. Nem, ez a darwinizmusnak a félreértése. Ez mindegy. Nem ezt állítja az evolúció elmélet. Én nem tehetek róla. Attól még kialakult egy ilyen mozgalom, amiben végtelen ember egyetért. Szóval mondhatnánk azt, hogy egy csomó ember egyetért, szóval ez biztos, hogy úgy van. Mert a tudomány is erről beszél. Nem, ugye a tudományban olyan állításokat veszünk elő,
amelyek, hogy mondjam, tehát valamiféle új dolgot mutatnak, és látható, hogy hogyan igazolható egy adott állítás. Most az evolúció elmélet kapcsán, ahogy én olvastam témáról, azt láttam, hogy az állítások igazolhatóak. És nincs, nem szerepel bennük olyan állítás, hogy a fehérek a felsőbbrendűek. Az igaz, hogy sokan állítják ezt, és nem kell, sokan hogy... mondanak hülyeséget, tehát tény is való, hogy sokan, tehát nem attól lesz igaz valami, hogy sokan állítják. Jó, akkor viszont ha azt látjuk, hogy a tudománynak van egy módszertana, és azt látjuk, hogy együtt mozog az álláspontjuk. Tehát deklaráltan ott van az ellenőrzés, és az is ott van, hogy nem szanaszét hullanak az álláspontok, mint a világnézeteknél, akkor az nagyjából megbízható a számomra. Értem én, hogy ott van az emberi tényező, de mivel a tudomány deklaráltan az ellenőrzés, mint módszert beleiktattam a módszerébe, és ott tehát a tudományban, hogyha valaki csal, akkor az nagyon könnyen lebukhat. Ez nem igaz. Tehát ezért kicsit nem érdemes csalni. Ez nem igaz. Ez amit mondasz, tehát ez egyszerűen abban az csak esetben nem igaz. Kell kételkedve fogadni, abban az esetben kell különösképpen kételkedve fogadni, hogyha egy adott tanulmány jelent meg egy adott témában, és azt még soha senki nem csinálta. Ez nem de hogyha tanulmányok sokassága teljesen különböző területekről erősít meg ugyanazon állítást, akkor az annál megbízható. Ez nem igaz. Ez csak egyszerűen nem így van. Most egy központosított világban élünk, ahol egyre inkább konszolidálódik a hatalom, különösen az információ birtoklása, megszerzése és terjesztése ügyében kevesebb és kevesebb gazdasági társaság vagy entitásnak a kezében. Szóval a hír, amit kapsz, az bizonyos forrásokból érkezik hozzád. Szóval nem mondhatod azt, hogy ez objektív, mikor olyan összegek forognak kockán, mint ami például a gyógyszeriparban vagy az oktatásban. Az oktatás az egy iparág, ahol bevételt generálnak az oktatási intézmények, ráadásul az államtól is kapnak támogatást, meg még a diákhitel is, ami egy nemzetközi jellegű mechanizmus. Szóval ahol pénz van, ott lesz korrupció és csalás is lesz, meg érdekek vannak a háttérben. Úgyhogy azt akarom mondani csak, és ezzel én befejeztem ezt, meg szerintem lépjünk túl ezen, mert már lefutottuk a szükséges köröket. Azt akarom mondani, hogy amit tudsz a világról, az nem biztos, attól függetlenül, hogy azt mondják, hogy tudományos. És nem lehetsz benne biztos soha. Az, hogy 13,8 milliárd éves a Föld, arra az égvilágon semmilyen bizonyíték nincsen. Azon kívül, hogy valaki azt mondta, hogy látott valami, mit tudom én, milyen gravitációs ködöt akárhol, meg mikrohullámú gammasugárzást mértek az akármivel. Köszönöm. Lehet, hogy 100 év múlva lesz egy olyan szerkezetünk, ami megmondja, hogy ez a gammasugárzás nem is jó mértétek, mert amúgy rosszul tanították az egész fizikát, mert a kvantumban ez így van, szóval 50 milliárd éves a Föld, nem 13 milliárd éves. Nem? Ez elképzelhetetlen? Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.